Kedves nézőink, Ajka Kristály aerobik kupa zajlott a hétvégén a sportcsarnokban. Az eseményen mi is ott jártunk, kérem tartsanak velünk! Verseny tartott az Ajka Kristály ESE aerobik szakosztálya október 24-én a sportcsarnokban. Itt mutatták be az aerobik win formagyakorlatot a sportolók. Mennyiben új ez, és mennyiben más, mint a korábban alkalmazott gyakorlatok? Ez annyiban más, hogy mindenki ugyanazt a gyakorlatot végzi a versenyzők közül, legyen ez egyéni, páros vagy csoport, tehát több formációban is indulhatnak, viszont ugyanazt a gyakorlatot kell előadniuk, ugyanarra a zenére. Más életkorú versenyzőknek is? Igen, több szinten készítjük ezeket a formagyakorlatokat, különböző nehézségi szintek vannak. Jelenleg olyan 5-6 gyakorlatunk van kész, ugye életkornak megfelelően és nehézségi szintnek megfelelően alakítjuk ki, de még további 5 formagyakorlat létrehozását tervezzük. Formagyakorlatokat ki alakítja ki? A koreográfiát ki írja? Forma gyakorlatokat több edző segítségével jó magam hozza létre, illetve most már bevontam a legidősebb versenyzőinket is a gyakorlatok készítésébe. Hány sportoló vett részt a versenyen, és milyen eredmények születtek? Hát összesen 70 sportolónk vett részt a mai versenyen, és hát nagyon szép eredményeink születtek. Nagyon sok első, második és harmadik hely. Kik voltak a zsűri tagjai, illetve a zsűri elnöke? A zsűri tagjai a több éve, 7 éve versenyzőink voltak, illetve a zsűri elnöke pedig Szimeszter Fanni volt, aki jövőre már a 2016-os versenyévadban a Magyar Kupán fog, mint bíró szerepelni. Ő hány éves sportol, és ezt mivel érdemelte ki? Igazából nagyon rövid ideig versenyzett, körülbelül csak 2 évig. Életkorával érdemelte ki igazából, mert 17 éves kortól lehet a Magyar Kupán bíráskodni, és ő az, aki képviselni fogja az Ajka Kristály Sportegyesületet jövőre. Hány éves kortól foglalkoztok gyerekekkel itt, és itt hány éves volt a legfiatalabb, illetve a legidősebb versenyző? 3 éves kortól foglalkozunk gyerekekkel, 3 éves volt a legfiatalabb versenyzőnk, és 16 éves volt a legidősebb. Az idei évben lesznek-e még versenyek, és ha igen, akkor hol fognak szerepelni a lányok? Az idei évben már nem lesznek versenyeink, ugye a Magyar Kupának már mindhárom fordulója, illetve döntője is lezajlott, amit nagyon sikeresen zártunk, hiszen 3 egységünk is bejutott a döntőbe, és mindhárom egységünk 4. helyen végzett. Saját rendezésű versenyünk sem lesz már idén, majd tavasszal tervezzük a következőt. Gyerekek hetente hányszor és hány órás edzésen vesznek részt? Ez életkoruktól függ. A legidősebbek heti 4-szer, másfél óra edzésük van. A második, harmadik osztály heti 3-szor, és a legkisebbek pedig heti 2-szer vesznek részt edzésen, 1 órás edzésen. A végén a nagyok bemutatót tartottak. Ezzel a szülőknek azt mutattátok meg, hogy hova lehet eljutni, hogyha valaki megfelelően kitartó és szorgalmas? Igen, valóban ez volt a szándékunk, hiszen a legidősebbek egyben a legsikeresebb versenyzőink közé is tartoznak, és igen, egy ösztönzésképpen próbáltuk úgy bemutatni, hogy a kicsiknek is és a szülőknek is egyaránt egy motiváció legyen. Oh,
Köszönöm.